Sport István 40 éve végzett a bukaresti Nicolae Grigorescu képzőművészeti főiskolán, és attól az évtől a nagyszebeni Bruckenthal Múzeum restaurátora. 2002 óta a művészeti oktatója a nagyszebeni Lucián Blaga Egyetemnek. Egyéni és csoportos kiállításokon fém és linoleum metszetekkel, ceruza és pasztel rajzokkal, olajképekkel jelentkezik. Több száz könyv, illusztrációt, exlibiszeket, plakátokat készített. Valahol egy ilyen ironikus megfogalmazásban szoktam azt mondani, hogy én a nagy dolgokat szeretem. Ugyanis nagy székelyen születtem, nagy váradon nőttem fel, és most nagy szebenben élek. Ugye? És ugye megjegyezném azt, hogy nagy szebben díszpolgára vagyok 2010-től kezdve. Az egyedüli és mindenkori magyar díszpolgára Szebennek. Ezt azért érdemeltem ki, mert nagyon sok szebeni munkát, szebeni témájú munkát készítettem, apró részkarcokat, amik a világ minden sarkába eljutottak. A szüleim azok bánságiak, és édesapám Nagyváradra került lelkipásztornak, Nagyvárad mellé Biharpüspökibe, és akkor, amikor a front közeledett kelet felől nyugat felé, akkor arra gondolt, hogy a családot menekítse, és elküldte a Dunán túlra Biharpüspökiből. Tehát én tulajdonképpen oda mentem születni, és visszajöttem haza Erdélybe, már a nagy Erdélybe, a Transzilvániába, Nagyváradra. Úgyhogy ami tehát a Dunántúlt illeti, hát oda csak születni mentem. Tehát ennyi volt a Tolna megyei kezdet tulajdonképpen. És akkor hát Váradon, Várad mellett Biharpüspökibe, ahol az édesapám lelkész volt, ott nőttem fel, oda jártam elemi iskolába, és azután Nagyváradra a finomkerámiai szakiskolába, mert hát nem vettek fel a középiskolába a jó származásom miatt. Középiskola után megpróbáltam felvételizni a képzőművészetire sikertelenül, és hát akkor a teológián tárgykarokkal vártak. Úgyhogy így kerültem a teológiára, és általában azt szoktam csinálni, hogy mikor elkezdek valamit, akkor be is fejezem. A teológiáról Bukarestben mentem doktori tanfolyamra, az ortodox teológiára mentem doktorizni. Bizántinológiát tanultam, az volt a cél, hogy egyházművészetből doktoráljak. Első év után átnyergeltem a képzőművészetire. Úgy mentem oda, hogy ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, nem sikerül. Elsőnek bejutottam, és így lettem aztán a képzőművészeti elkötelezett, hogy így mondjam. Én nem égettem fel a hidakat magam mögött. Tehát én kértem a lelkészi jellegem megtartását, azután is miután a képzőművészettel kezdtem foglalkozni komolyan. Ezt az egyházkerület, Nagyvárad egyházkerület jóvá is hagyta, megmaradt a palástjogom, és Bukarestben is szolgáltam, itt is besegítek, tehát lelkészi tevékenységet is folytatok. Grafikus indultam, és a főiskolán is grafikát végeztem.
Szeretem a részkarcokat, a fémmetszeteket, abból csináltam a legtöbbet, ami a metszet kategóriát illeti. Szeretem a színeket is, és van olyan grafikám, amelyiknek a vázlata az olajkép. Festettem egy képet, megtetszett, hazajöttem például a Szárhegyi Művészterleten, a kitörés az olajkép alapú, hazajöttem és átvittem grafikába, illetve metszetbe, és akkor lehetett sokszorosítani. Van olyan kép, vagy olyan téma, ami eleve már színbe jön, tehát színbe jelenik meg belül a fejemben. És akkor az eleve már színekben vetítem ki. A Szentképek sorozat, ez maga mint sorozat, ez nem régen indult el, és abból a gondolatból gyökerezik, hogy vannak szentek, akiknek diplomájuk van arról, hogy ők szentek. Tehát az egyház nyilvánosan szenté avatja őket. Szerintem olyan szentek is vannak, akiket a nép avat szenté, azzal, hogy szinte szentekként, idézőjelben szentekként, mint szentekhez viszonyulnak, és majdnem, hogy imádkoznak hozzájuk, éppen az előbb említetted Csaba Királyfit. Imádkoznak hozzá, hogy vezess még egyszer győzelemre néped. Lehet, vagy Betlen Gábor is valahol a szentek sorában található. Jó, persze ez nem hivatalos, de a nép úgy tiszteli őket, és még többeket másokat is, mint a szentek lennének. Ezért van egy olyan képem is, pogány szentek. A pogány szentek tulajdonképpen Csaba Királyfi és a serege. A szent képeimnél néhány hagyományt ugye azért átvettem a régi szentképekből, például felírom a nevüket. Ugye a régi szentképeken, az ikonográfiában, akár az ortodox templomban, vagy a római katolikus templomban megy az ember, föl van írva a szentnek a neve a képre. Na, hát én is felírtam, éppen itt a műteremben van ez a Gábor és Mihály, ahol felírtam a nevüket. Gábriel és Mihály, ugyanis a névben benne van az el mindegyiknél, ami Istent jelent. Rafael, Gabriel, Uriel, tehát az Istenhez való kötődésüknek ez a jele, az el, Gabriel, vagy Mihály. Na, ezt kihangsúlyoztam, mert az el felírtam Gabriel, és az el más színnel van a képen. Tehát van egy ilyen, tehát felhívom a figyelmet, hogy ez két szó tulajdonképpen, a Gábri egyik, az él, az a másik. És na most, ami a teheneket illeti, ez mitológia, tehát nem tehén, hanem bika. És a képen, amire lehet hivatkozni, az a görög mitológiából, ugye két nő van, akinek kapcsolata van a bikával, ugye az európai vagy a pasifei. Én ezt a két történetet egy képen hoztam össze, egy képen beegyesítettem. Megjelenik rajta a Minotaurus is, ugye nem csak Zeus bika képében és Európa a hátán, hanem mellette ott van a labirintus, és ott van a Minotaurus is mellette, mint hát Zeusnak és Európének a fia. Na most a Minotaurusnak, ha jobban megnézzük, nyakkendője van. Tehát ez az Európa, a mai Európa.
A plakátokat mindig szerettem, azért, mert komoly gondolati háttere van a plakátoknak. És tehát nagyon komplex valami. Olyan, mint a zongora, tehát egy egész zenekar ott van, és a képzőművészetnek szinte minden műfaja benne van valahol a plakátban, mert tulajdonképpen a képzőművészet nyelvezetének a minimális felhasználásával kell maximális tartalmat továbbítani. Tehát lehet az egy pont, hogyha úgy tudjuk elhelyezni, és ennek a pontnak van egy színe, amelyik már meghatározza a témát. Azért, mert a plakátnál minden egyes apró kis részlet is a célt, illetve hát a tartalmat kell szolgálja. És ez a tartalom ezt minél gyorsabban és minél könnyebben érthetővé kell tenni, és lehet közvetíteni a néző felé. A plakát, és azon kívül az, hogy kellenek ötletek, és én szeretem, hogyha vannak ötleteim, és a plakát anélkül nem igen működik, mert kell valami, ami megfogja a nézőt. Tehát valahol kell egy ilyen sok hatás is legyen, és tehát az, hogy verje orba az embert, mikor megy az utcán, hogy itt a falon van valami. Ugye? És akkor na ez a valami, ami egy optikai sok. És a másik pedig az, hogy oda néz az ember, és na mi ez? És akkor közelebb megy, és látja, hogy hát ennek van egy témája. De ez nagyon gyorsan működik. Tehát ez egyszerre kapja az ember a témát, és az, hogy az első plakátjaim közé tartozik a természettörténeti múzeumnak a plakátja. Hát ez egy nagy tojás. Zöld mezőben egy nagy fehér tojás. És van egy tartója. Tehát az ember, amikor megy az utcán, sok képpen hat rá, hogy egy óriási tojás zöld mezőben. Na, mi lehet ez? És akkor kíváncsivá teszem, hogy na ez micsoda. És akkor közelebb megy, és látja, hogy a következő információ, amit kap, az egy világos zölddel felírva, hogy nyitva tartási idő. Hétfőn zárva, kettő vasárnapig eddig, és hát akkor aztán már tényleg kíváncsi, hogy mi ez a tojás, ami nyitva van. És akkor a tartóba van beírva, vagy hát tulajdonképpen az utolsó információ, hogy hát ez a természettörténeti múzeumról van szó. A 80-as években én készítettem az összes jazz fesztivál plakátot. Az elsőt 79-ben készítettem. Ez a trombita, amelyiknek a úgymond villentyűi a város tornyait ábrázolják. Ez lett aztán a logója a fesztiválnak, mai napig is ezt használják, ezt a logót. Szép, nagy méretben készültek ezek a plakátok. Szinte hivatalosan én készítettem ezeket a plakátokat. A 90-es évek elején még felkértek, hogy készítsem ezeket a képeket, de aztán, hogy begyűrűzött a digitális rendszer, és átvedlettünk homo digitálissá, akkor a plakátokat már mindenki tudta a billentyűjén és a számítógépén csinálni, amit aztán kinyomtattak A3-as, mondjam így, hogy ficuika szórólap formájában, és akkor ezek lettek a plakátok. Ugye az utóbbi években már nem készítettem. Közeledik a reformáció emlékünnepe, az 500 éves reformáció.
erre szeretnék egy komoly sorozatot készíteni. Közelebbről a szebeni református egyházközség templomának az évfordulója lesz ebben az évben, novemberben. Erre is egy sorozatot készítek. És távlati tervem az ember tragédiájával komolyabban foglalkozni.